Tokmák, na egy lövés. Nem, inkább leteszi, Lončár, Őlő, megpattan a labda, és ez esik be a kapuba. A 78. percben Lončár góljával szerez vezetést a Ferencváros. Van lőtt gólja a Fradinak, és akkor lehet, hogy nem egy pont lesz ez két meccsből, hanem akár három is lehet. Szerencsés lövés volt, Banai erre nem számíthatott, hogy átperdül a felé, fején. Itt Tokmák leteszi, és itt a blokkoló lábról fölpattan a labda, így kerül a kapuba. Lehet látni, hogy pörög a labda.